Jó reggelt mindenkinek, innen Japánból, legalábbis nálunk itt reggel van. Fél hat múlt, és megmondom őszintén, hogy kezdeném előbb is ezeket a videókat, csak valamiért nem tudom. Otthon én úgy emlékszem, hogy régebben korábban kelt a nap, de itt reggel ötkor még annyira sötét van, hogy igazából nem nagyon lehetne látni a, a, sem a táját, sem a fejemet, vagy csak nagyon rossz minőségben. Ezért mindig ilyen félőt után tudok csak kijönni. Látjátok, hogy onnan kell a nap, kicsit megfordulok, így elég el fog sötétedni, de se baj. Itt mögöttem látjátok, hogy kell a nap. Többen kérdeztétek, hogy milyen kevesen vannak az utcákon. Meg kell, hogy mondjam, hogy ez egy eléggé kis város egyébként, tehát már mint Japán viszonylatban 500 ezeren élnek ebben a városban körülbelül. Ez Japán viszonylatban tényleg kicsi, ha azt veszik, hogy mondjuk a fővárosban körülbelül közel 20 millióan élnek, vagy lehet, hogy még többen is. Ez az egyik oka. A másik oka, hogy azokon a környékeken, ahol én sétálok, tulajdonképpen szerintem hmm, egész egyszerűen még ilyenkor nem kezdődik el a munka, és nagyon sok gondolom az irodai dolgozó, vagy az ilyen kisebb cégeknél dolgozó emberek, akik általában 8-9-10-re mennek akár dolgozni. Úgyhogy ez lehet talán az egyik oka, a másik oka pedig az, hogy tényleg így igazából, nem tudom, fél hatkor még, még annyira nem jellemző. Most az, hogy Budapesten, akik élnek, vagy nagyobb városokban, akik élnek, ott már korábban elkezdődik az élet, nem tudom, itt annyira nem, nem jellemző. Nem tudom, Ószakában, amikor éltünk egy nagyváros, majd tényleg nagyváros, ilyen 5-6 milliós város, ott meg őszintén szóval nem nagyon mentünk ki reggel ilyen korán soha, szóval nem nagyon tudjuk, hogy, hogy, mi lehetett. De a lényeg a lényeg, hogy mielőtt elkezdem, szeretnék még egyszer köszönetet mondani a sok kedves támogatónknak, olvasom a neveket, Például Bianka Diósinak nagyon köszönjük a támogatást, és János Csuk 869-nek is nagyon köszönjük a támogatást, és a nagyon-nagyon hosszú évek óta tartó támogatást. Valamint Zsuzsanna66-nak is nagyon köszönjük a bőkező támogatást. És itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy mondjam, hogy mindannyian tudtok minket támogatni, mindenféle pénz nélkül. Elég, ha csak tényleg nyomtok egy like gombot, és hogyha nem vagytok feliratkozva, akkor nyomtok egy feliratkozás gombot, és tényleg két gombnyomás is nektek nem okoz nagy dolgot. Sőt, láthatjátok a további videóinkat is. Nekünk viszont nagyon nagy segítség a továbbiakban, ugyanis a YouTube szereti, hogyha. <laughs> általában a videókon meg ezek a gombok nyomva, és úgy láttam, hogy az egyik videómon, amikor ezt külön megkértem tőletek, akkor nagyon-nagyon-nagyon sok like keletkezett, úgymond nagyon sokan megnyomtátok ezt a gombot, de amikor nem mondjuk el, akkor általában nem nyomjátok meg, úgyhogy ne felejtjétek el megnyomni kérlek szépen a like gombot, és hogyha nem nagy probléma, akkor a feliratkozás gombot is nyomjátok meg, és ezt a pici csengőt is, ha megnyomjátok, akkor legközelebb kaptuk egy értesítést arról, hogyha jön ki új videónk, ami nem rossz, mert így igazából tudjátok követni akár a mindennapjainkat, vagy ezeket az kis szösszeneteket, amiket itt feltöltünk a Youtube-ra. Úgyhogy előre is köszönöm, és egyébként, hogyha valaki pedig úgy érzi, hogy tényleg hasznos számára ez az egész, vagy, vagy csak szívesen néz minket, és jól érzi magát, és szereztünk egy pár boldog, vagy nem tudom, érdekes pillanatot, akkor nagyon megköszönjük, hogyha esetleg, úgy mint az előbb hallottak, pénzben is támogattok minket. Ez nagyon-nagyon jól jön, és ö, vissza tudjuk forgatni különböző egyéb, nem is tudom, ö, eszközökbe, amiket majd tudunk használni a YouTube jövőnk során. Na, úgyhogy lassan induljunk, és kezdjük el a mai témát. A mai nap folyamán szeretnék beszélni tíz ilyen kis érdekességről, vagy ilyen nagyon hasznos dologból, dologról, amit lakásokban meg lehet találni, ami alapvetően már része a lakásoknak, vagy pedig megtalálható minden, vagy legalábbis nagyon sok japán lakásban mi az ország nyugati részében élünk, és ez azt jelenti, vagyis hát a fősziget nyugati részén élünk, ami azt jelenti, hogy nem feltétlenül egyezik mindig minden, amit mondunk az ország többi részével, természetesen vannak kisebb-nagyobb eltérések, de szerintem ezek azt lehet mondani, hogy eléggé ilyen általános dolgok, amik szinte minden lakásban megtalálhatóak, legalábbis ahol mi eddig az életünk során megfordultunk, megfordultunk ott alapvetően ezek hát jellemzőek voltak mondjuk így. Az első ilyen dolog, ami nagyon-nagyon japán szerintem, vagy nagyon legalábbis ázsiai, az a rizsfőző. Én még nem nagyon láttam olyan japán háztartást vagy japán lakást, ahol még egyedülállóknál sem, ahol ne lehet volna rizsfőző. És gondolhatnátok azt, hogy e, ugyan már ez semmiség, hát mi különlegesség lehet a rizsfőzőben, miért különleges az, hogy valaki ö, rizst főz? Egyébként bocsánat, egy kicsit visszatolatok, mert akarok mutatni egy pici érdekességet, amit most vettem észre. Nézzétek, csak itt valaki elhagyott egy kocsi kulcsot, és általában itt ez történik, hogyha valaki elhagy valamit, hogy kirakják így a sarokra, vagy könnyen látható helyre, hogy az illető megtalálja. Remélem, hogy látszik a képernyőn. Tehát, hogyha valaki elveszít valamit, akkor nem kell tartani attól, hogy az a dolog örökre elveszett, hanem csak így szépen kirakják, és akkor általában legyen ez pénztárca, nekem én is elhagytam a pénztárcamot, kirakták, így egy ilyen sarokra, és benne volt a pénz, benne volt minden, igazából. Na, de visszatérve a rizsfőzőkre. Tehát az a lényeg, hogy meg lehet rizsfőzni bármi másban is, mint rizsfőzőben. Magyarországon nekünk sem volt soha rizsfőzőnk, és feltételezem, nektek sincs, ha csak nem vagytok nagyon-nagyon szakavatott japanológusok. De a lényeg, hogy Igazából az a legnagyobb ennek az egésznek, hogy tényleg az ember oda belerakja a rizst, belerakja a vizet, bekapcsolja és ott hagyja, és ez magától kikapcsol, és amikor az ember csak oda megy, kinyitja, akkor benne van a kész, finom, tökéletesre főtt japán rizs. Úgyhogy ö, mi úgy gondoljuk, hogy az elején azt gondoltuk, hogy nem kell nekünk, mi ez a marhaság, aztán körülbelül egy ilyen egy hét múlva vettünk egyet, és úgy gondoltuk, hogy soha többet nem akarjuk elképzelni az életünket is főző nélkül, mert tényleg annyira egy, egy külön procedúrát a főzésből levesz. Egész egyszerűen elég megcsinálni a, a köretet, vagy a feltétet, vagy na, a rizsaköret igazából, de mindegy, itt nekünk magyaroknak. Tehát a feltétet elég megcsinálni, és a rizsa már egyáltalán nem kell odafigyelni, az csak úgy magától úgy elkészül. Szóval úgy gondolom, hogy ez, egy nagyon-nagyon szuper hasznos dolog, és jó lenne, hogyha mondjuk esetleg Magyarországon is többen tudnák használni. A következő dolog az a WC ülőke. Japán WC ülőkék általában nem feltétlenül mindig minden nagyon olcsó lakásokban nyilván nem található meg, de általában szerintem bevásárló központokban meg ilyen sima Hát, átlag viszonylag nem túl régi otthonokban megtalálható. Édesanyám, amikor kijött uh, március közepe felétől két és fél hónapra, akkor azt mondta, hogy szerinte neki egész Japánban ez volt. Ez volt a leg, legjobb és legfontosabb dolog, ami volt a WC ülőke. De miért olyan különleges egy WC ülőke? Azért, mert uh, fűthető. És Nyilván van benne beépített bidé, meg a modernebbekben vannak, mit tudom én, kis zenebona, meg valamilyen víz, csorgás, meg ilyesmi, hogy elvegye a hangot. A még modernekben van mondjuk popószárító, hogy miután a bidét használt, hogy megszárítsa a popódat. Meg alapvetően van benne szagelszívó, meg ilyenek, pici ventilátor. De a lényeg a lényeg, hogy fűthető, és van hozzá talán a, a falon egy ilyen kis távirányító, amivel be tudod állítani, hogy kicsit meleg, nagyon meleg legyen az ülés, és ez azért nagyon jó, mert ugye télen amikor hűvös van, hideg van mondjuk a lakásban is, mert általában ugye a WC alapvetően nyilván nincs fűtve, és amikor az ember leül a WC-re reggel, mondjuk amikor ilyen 8-10 fok van a WC-ben, annál fantasztikusabb érzést nem lehet elképzelni, mint amikor leülsz egy jó, meleg, befűtött WC-ülőkére. szerintem, akik családban élnek, több emberrel együtt élnek, azok tudják, hogy milyen, amikor az első ember megy a vécére, és tudják, milyen az, amikor a második ember megy a vécére. Na most képzétek el azt, hogy még annál is melegebb egy picit, és mindig olyan, mintha a második emberként mennél vécére. Na hát ezt a WC dolgot elég jól kiveséztem, de majd maradjunk egy picit a vécénél. A japán a vécépapucs az egy ilyen elengedhetetlen kellék. Tehát amikor a lakásban mászkálnak, akkor vagy papucsban, mamuszban, zokniban, pap, szobazokniban, vagy akármiben, vad e, mennek, mendegélnek a lakásban. Viszont amikor bemennek a WC-be, akkor ott van egy külön bejáratú WC-papucs, amit nem visznek ki a WC-ből, és az csak kizárólag a WC-ben van. És az ember gondolhatná, hogy de hát miért nem koszos a WC, ki van a WC-nek a padlója és meg minden, ami egyébként igaz, de higiéniai szempontokból őszintén, szóval tényleg az ilyen kicsöppenő, kiföccsenő dolgok, meg egyéb dolgok szempontjából, amúgy lehet, hogy tényleg nem egy olyan ö, butaság az, hogy mondjuk esetleg használnak ö, ilyen vécipapucsot. Na jó, innen most visszafordulunk, mert ez egy nagyon-nagyon hangos út. Ups, és majd bemegyünk itt egy kisebb utcába. Szóval, ez a WC papucs dolog, ez egy ilyen kicsit szerintem megosztó dolog, hogy vannak sokan azt gondolják, hogy áh, nem kell. Hát Japánban ezt nem gondolják. Japánban abszolút úgy gondolják, hogy kell és muszáj. És egyébként szerintem is egy eléggé hasznos dolog, mert tényleg az fele tudja, mi van ott a WC-nek a padlóján, ne vigyük végig az egész lakásba. Úgyhogy ja, ez egy, ilyen, ez egy ilyen hasznos dolog. A következő az egy kicsit, egy picikét csak eltérünk a WC-től, és átmenjünk a fürdőszobába. A fürdőszobákban nagyon gyakori, hogy a, a japánok általában majdnem sőt minden nap kádban fürdenek, minden este kádban fürdenek. De mivel, hogyha mondjuk, mit tudom én, 3-4 ember fürdik, és állandóan le kell engedni a kádvizet, és új kádvizet kell beletölteni, hát ez egyrészt iszonyatos pazarlás, másrészt meg hatalmas költség lenne, így a vízdíj szempontjából is, és ezért azt csinálják, hogy nyilván alapvetően mielőtt bárki is belefekszik a kádba, előtte lezuhanyozik. És ez azt jelenti, hogy amikor a kádba belefekszik, akkor már tiszta, tehát alapvetően nem a koszos vízben fog a következő ember megfürdeni. Viszont gondolhatnánk, hogy jó, jó, tiszta a víz, de amikor belefekszik mondjuk a következő ember, akkor az már kihűlt. És ezt úgy oldották meg, hogy alapvetően a nagyon sok kádba be van építve egy ilyen vízforgató és vízmelegítő rendszer, ami a kádban levő vizet melegen tartja, vagy pedig ad hozzá annyi meleg vizet amivel meg tudja oldani, hogy a kád víznek a ö, hőmérséklete az folyamatosan, nem tudom, lehetőleg állandó legyen, vagy közel legyen a, a, az eredeti víz vízhőmérséklethez. És ez is egy szuper dolog, egyébként megmondom őszintén, hogy, hogy még nem annyira szoktuk használni, mert még most a gyerekekkel általában így együtt fürdünk, hát Bendével még nem, természetesen, mert ő még picike saját kis kedvecskájában fürdik. De a lényeg, hogy ez is egy ilyen szuper kis dolog, és annak ellenére lehet, hogy azt gondoljátok ti, hogy ez ne fölösleges, meg ilyesmi. Ha van, nagyon hasznosnak tud bizonyulni, és nagyon szuper. Egyébként ez, amit most ott láttok, az az egy nagyon-nagyon régi ilyen hmm, kávézó étteremszerűség, és egy csöppetbe van nőve, így bokrokkal, meg fákkal, de elég érdekesen néz ki, és egyébként nagyon-nagyon jó sütik vannak, meg ilyesmi, de mindig csak kívülről láttuk, még soha nem mentünk be egyszerre, és minden nap, amikor eljövünk erre, vagy amikor errefelé járunk, akkor mindig mondjuk, hogy na most, na most, reggel, legközelebb bejövünk reggelizni, és na most megnézzük, de erre még soha nem került sor itt az elmúlt tíz év alatt, amióta itt élünk. De reméljük, hogy majd egyszer a jövőben megtörténik. A következő pont az, megint azt fogjátok mondani, hogy e, Viktor, de hát ez nem egy nagy duranás, ilyen mindenkinek van. Ez pedig a kijelzős, kamerás, kaputelefon és kapucsengő. Nyilván, hogyha valaki családi házban lakik, és mit tudom én, van egy kis kertje, meg mit tudom én, hogy a bejárat előtt a kerítésen fel van rakva egy kamera, egy kamerás kaputelefon, akkor az nyilván azt fogja mondani, hogy ez nem nagy duranás. De én most itt lakásokról beszélek, tehát például amiket itt láttok, ezek mind ilyen nagy lakásépületek, és egy ilyen apartmanházak, vagy nem tudom, hogy pontosan, és az a lényeg, hogy általában, főleg ezeknél például ezek már viszonylag modernebbek, tehát mondjuk az elmúlt 20 éven, 25 éven belül épülhettek, és ezeknek szinte biztosan belül kamerás kaputelefonjuk van. Ami egy szuper dolog, mert hogyha valaki becsönget, akkor látod, hogy kicsönget. Van olyan, ahol például általában lent a fő kapu zárva van, ugye, és mielőtt bemennek az emberek, akkor ott lent csöngetnek, és akkor oda van rakva egy pici kamera, és azt látod, hogy lent a földszinten. Nálunk nem így van. Nálunk úgy van, hogy a bejárati ajtónál konkrétan ott van a kis kamera, és akkor a, amíg valaki becsönget az ajtónál, akkor ott látjuk, hogy ki csönget. és megnyomjuk a kis gombot, és belülről tudunk vele kommunikálni. Szóval a biztonsági szempontból is egyébként elég jó, mert látjuk, hogy ki az. És hogyha olyan ilyen, amit aki úgy gyanúsnak tűnik, vagy ilyesmi, akkor eleve nem is válaszolunk, úgy csinálunk, mintha nem lennénk itthon mondjuk ez általában elég ritka, de volt már rá példa, de hogyha látjuk, hogy mit tudom én olyan ember, akkor megkérdezzük, hogy igen, mit szeretne, elmondja, és mondjuk, hogy köszönjük szépen, nem érdekel, vagy köszönjük szépen, nem, nem mi vagyunk, vagy, vagy nem ránk vonatkozik, vagy ilyesmi. Aztán a következő az egy igen, szerintem ezen biztos a japánok mosolyognának, hogy e, hogy ez egy ilyen nagyon érdekes dolog, ez pedig a mosógépek alá az ilyen lakásokban, beszoktak rakni egy ilyen, hát egy ilyen beépített műanyag tálca, és kimondottan oda kell rakni a mosógépet, és a mosógép fölött pedig van egy rendes vízcsap, és ebbe a műanyag tálca pedig be van építve egy ilyen kis elvezető cső. Tehát tulajdonképpen ö, ez a mosógépnek a helye. Erre többen azt mondhatnátok, hogy de hát, mi van, ha én nem oda akarom rakni a mosógépet, hanem máshova. Az a helyzet, hogy ezek a japán lakások azért nem mondhatnám, hogy annyira tágasak, hogy olyan bővelkednének azokban a helyekben, ahova lehet rakni a ö, mosógépeket, tehát alapvetően azért ez jól ki van gondolva, ahova van rakva az a telca, ott jó helyen lesz a mosógép szerintem, nagyon nagy fennakadás nem fog okozni, és nem hiszem, hogy nagy ö, kreatív gátot fog szabni annak, aki mondjuk esetleg nem tudom, a hálószobájába szeretné rakni a mosógépet. Szóval ö, ez a tálca, ez több funkcióban is nagyon-nagyon jó. Az egyik az például nyilván, hogy van egy kis pereme, és amikor a beindul a centrifuga, vagy ilyesmi, akkor azért egy kicsit vissza tudja tartani, hogy ne csúszson el. De alapvetően azért annyira szerintem nem indul be, hogy erre nagyon nagy szükség legyen. Viszont ami ennél fontosabb az az, hogy ha ne adj valami történik a mosógéppel, akkor hát nem áztatod el az egész szobát vagy helységet, ahova be van rakva ez a mosógép, hanem valamennyire, nyilván egy ilyen 5 centi körülbelül a pereme, az annyi vizet azért bent tart, és ott van az a lefolyó rész, ahol, ahol így le lehet engedni, vagy ahol leengedi magának a vizet. Szóval szerintem ez egy szuper hasznos dolog, és egyébként tényleg nem rossz, mert mondjuk nálunk otthon emlékszem, a, nálunk a konyhabútorba volt beépítve a mosógép, és hogyha ne is ott valami házás, vagy akármi történt volna, akkor konkrétan a konyhabútort szétáztatja, és akkor lehet cserélni bizonyos elemeit, vagy akár egy jó nagy részét az egész konyabútornak, de ugyanez a fürdőszobában, stb. 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 Szóval ez végül is nem egy haszontalan dolog. Nem fogok kimenni a főútra, mert nagyon-nagyon sok az autó. Ott van a főút, főútja imagine -ek. Oda nem fog kimenni, mert tényleg ott azért már elég nagy a forgalom. Múltkor ott sétáltam, és szerintem egy kicsit zajos volt. Úgyhogy most maradok itt. Ja, maradok itt. Aztán ott van a genkan, japánul genkannak hívják, ez pedig maga a bejárata a japán lakásoknak. Szintén én még nem voltam olyan japán lakásban, ahol ne lett volna kiépítve a genkan, tehát ez egy ilyen nagyon-nagyon alap dolog. És erre szintén azt mondjátok, hogy na de hát, na de ott van az előszoba. A genkan és az előszoba természetesen funkciójában ugyanaz egyébként, csak kialakításában a genkan szerintem sokkal ö, nem is tudom céltudatosabb, vagy vagy egy kicsit okosabb kialakítás. Direkt egy ilyen nem is tudom 10 centivel körülbelül meg van emelve a padló a genkan után, és ez azt jelenti, hogy tényleg egy ilyen, egy ilyen tiszta elválasztása van a kintnek és a bentnek. Tehát amikor az ajtón belép, nyilván az ajtón kívül van a kint, és az ajtón belül van a bent, de amikor belépsz, akkor egészen nyilván lehet látni, hogy eddig lehet jönni cipőben, és innentől kezdve nincs cipő. És ezt már többször hangsúlyoztuk, Bogi egy videójában beszélt is erről, hogy Japánban tényleg nem jönnek be cipővel senki, Egyszerűen nem tudom, ezért talán azt tudom elképzelni, hogy ilyen akiába, tehát ahol ö, veszélyes lehet mondjuk mezítláb menni, oda bemennek cipővel, vagy rettenetesen koszos, nagyon-nagyon koszos lakásba ö, bemennek cipővel, de még ott is szerintem inkább felvesznek valamilyen kis, nem is tudom, ilyen zacskót a cipőre, hogy ne a cipő talpal menjenek be, amivel az utcán vannak. Szóval ez a genkán, ez egy fantasztikus dolog, és nagyon-nagyon tényleg megóvja azt az embert, attól, hogy véletlenül is belépjen a lakásba, mert ö, eléggé észrevehető. Nyugaton ugye, hát Magyarországon nálunk sem jellemző, hogy bemegyünk, de, de nem lehet pontosan tudni, hogy most itt veszem le a cipőmet, vagy ide rakom, vagy hova rakom, vagy, vagy mi történik. Szóval szerintem ez egy, ez egy nagyon király megoldás. Japán lakásukban alapvetően nincsen beépítve, viszont szerintem elég gyakori, hogy van szinte mindenkinek, ez pedig a légszűrő. Otthon édesanyámnak a lakásában is van légszűrő, meg talán most már szerintem egyre több beteknek van, de meglehetősen drágák Magyarországon szerintem az ilyen jobb minőségű légszűrők. Nem mondom, hogy itt annyira olcsó, de mondjuk szerintem egy ilyen 30-40 ezer ilyenért egy olyan légszűrőt, ami egy kisebb szobát kiszűr, ö, olyat már simán lehet venni, mit tudom, sárp vagy akármilyen márkájút. És ez azért nagyon jó, mert be tudod tenni abba a szobába, ahol a legtöbbet vagy, például mondjuk a nappaliba, és folyamatosan nem csak megszűri a levegőt, de mondjuk holyat veszel, akkor még párásítja is, ami általában nyáron nyilván nem muszáj, mert nyáron alapvetően olyan pára van, hogy, hogy azt inkább lanítani kell, de alapvetően télen tényleg úgy ki tud száradni a levegő, hogy nem is veszük észre, de egyébként az egészségre ártalmas lehet, még ha nem is nagyon, de arra bőven elég, hogy a torka kiszárad az embernek, és könnyebben kap el mondjuk betegségeket. Ezért Japánban ez a párásítás az elég komolyan van véve, nálunk is például szabályban van, hogy az óvodában hány százaléknak kell lennie a minimum a párának, és ezt meg tud oldani, nyilván van egy kijelző a kis párásítódon, vagy légszűrődön, és jelzi, hogy mennyi a páratartalom. És be lehet állítani, és azt szerint, hogy mennyi a páratartalom, az szerint ő funkcionálja magát, hogyha kell, akkor párásít, ha nem, akkor meg leállítja a párásítást és uh, arról meg nem beszél a természetesen, hogy kiszűri ezeket a dolgokat, amíg nyilván egy kicsit macera, mert néha takarítani kell időnként, de alapvetően ez jó, és mondjuk a hálószobában, ahol meg meg tudsz venni egy picikét kisebbet, és akkor uh, ott is meg van szűrve a levegőd. Amikor édesanyám szintén kim volt, akkor erre ő hívta fel a figyelmünket, hogy ez mennyire egy uh, szuper dolog, és annak ellenére, hogy neki is volt már otthon légszűrője, Mondta, hogy például ez a párásító, ez egy nagyon-nagyon ez szuper funkció, és hogy nagyon jó érzés, és érezte a különbséget ő is a, nem tudom, a torkán, meg a meg így a, a mindennapjain. Aztán a lakásokban nem csak légszűrő, hanem általában légkondi is megtalálható. És itt megint ez egy olyan pont, hogy jaj-jaj, de hát nekünk is van légkondi. Hát ez nem egy nagy különlegesség. Természetesen önmagában az, hogy van légkondi, az, az valóban nem egy nagy különlegesség. De az, hogy általában a lakásokban, amikor beköltözöl, akkor már van légkondi, és, és alapvetően be van építve, vagy legalább a helye ki van alakítva, a kültéri egységnek, a beltéri egységnek, a, a csöveknek, a falba van furva egy ez szerintem Magyarországon egyáltalán nem jellemző, főleg nem mondjuk így a lakások 80-90 százalékára. Szerintem Japánban legalábbis itt uh, Honsűn, és a, tehát a Főszigeten, és azokon a részeken, ahol tényleg így uh, nyáron nagyon meleg van, és télen pedig lemegy a hőmérséklet, ezeken a részeken szerintem egyértelműen jellemző, hogy így az ilyen lakásunkban, ha csak nem nagyon régi, vagy mit tudom én, nagyon-nagyon olcsó, akkor ezek ki vannak alakítva, és, és meg van alakítva neki a hely, vagy pedig elég egész egyszerűen már be van építve. Amikor az ember elkezd lakást keresni, ez egy ilyen pont, amit így ki lehet jelölni, hogy légkondi legyen, és akkor úgy tudod keresni a lakásodat, szerintem eléggé sok és eléggé alap, kvázi, hogy, hogy légkondi van a lakásban, már csak azért is, mivel hogy fűtés meg nincs, ugye. Tehát nincsen se központi, se semmilyen fűtés. Tehát, hogyha nincs légkondi, akkor se hűteni, se fűteni nem tudsz. És azt mondanánk, hogy jó a nyáron a hűtés az mondjuk legyen egy luxus kategória, de azért hát télen a, télen a fűtés az már szerintem az már nem a luxus kategóriában megy, hanem az már így a 21. században azért eléggé eszenciális, egy olyan országban mondjuk, ahol így nulla fok környékére lemegy a hőmérséklet. Szóval ez is az egyik oka, hogy majdnem minden lakásban légkondicionáló megtalálható. Valamint egy szintén fontos dolog, ami nem csak ö, így luxus meg meg életstílus dolog, az pedig az, hogy ezekben a lakásokban, ö, ezekben a bérlemény lakásokban vagy akár olyan lakásokban, amit megveszel, ö, van szénmonoxid és füstjelző alapvetően a konyhába beépítve, de lehet, hogy még ö, szénmonoxid jelző még több ö, helyiségben is. Ez nyilván ö, most Magyarországon is szerintem biztos, hogy van olyan, ahol van de én az életemben nem éltem olyan helyen, ahol lett volna a szénmonoxid és füstjelző a lakásban vagy a házban, ahol éppen laktunk. És én, hogyha jól tudom, akkor itt viszont kötelező. Mind a szénmonoxid és mind a füstjelző, tehát nálunk is a konyhában a plafonon. Van két ilyen kis, nem tudom, ilyen... Nálunk is a konyhában fent a plafonon van két ilyen kis eszköz, vagy ilyen kis műszer, ami méri a szénmonoxid és a talán, hát a széndiokszid, ezt nem vagyok benne biztos, és a füstöt, hogy van-e a konyhában, és hogyha esetleg tényleg túlmegy a bizonyos ponton, ami megvan adva a készüléknek, akkor elkezd pityegni, mint az állat, és nekünk az előző lakásunkban, ahol laktunk, ott volt rá példa, hogy hajnal a kettőkor elkezdett pityegni, és kihívtuk a, ja, ott rá van írva egy telefonszám, vagy mellé valahova odaragva a közelébe egy telefonszem, hogy ki kell hívni nem tudom, magyarul talán gáztűzszerészeknek hívják, ha jól tudom, de lehet, hogy tévedek. Tehát ki kell hívni őket, a gázosokat, és képzeljétek el, hogy hajnal kettőkor kihívod, és mint a mentők, szirénázva jönnek ki. Mivel hogy a gázszivárgás, és hát az ebből keletkező károk, meg mondjuk esetleges haláleset, az egy nagyon-nagyon komoly dolog. És ugye, hát nem is tudom, egy ilyen 10-15 percen belül kiért, tényleg mint a mentők komolyan, és így rohantak be hárman, egyből izén mérnek minden, akármi, jól vagyunk, minden rendben, nem szédülünk, akármi de mondtuk, hogy nem, nem, semmi, csak egész egyszerűen elkezdett folyamatosan pittyogott, és nem tudtuk, hogy mit kell vele csinálni. És mondták, hogy nagyon-nagyon jó, hogy kívtuk őket, és bármi ilyen van, azonnal hívni kell, mert ez egy komoly dolog. Ez az első eset volt nekünk is, és akkor esett le, hogy ezt, ezt tényleg nem vicc. És a lényeg az, hogy egyébként az lett, hogy kiderült, hogy a szomszédunknak, a mellettünk levő lakásnak a fürdőszobájának a szagelszívó egysége elromlott, és valamiért rossz felé nyomatta a ö, gázt ki, amivel a meleg vizet melegíti a, az ő bojlere, vagy eszköze, vagy nem tudom. És azt a szénmonoxidot pont arra fele fújta, ahol nekünk meg a légszűrőnk, ami egy ilyen beépített ventilátor volt, fújta be a lakásba. És ez a készülék, ez egyből ugye kielezte, hogy hoppácska, probléma van, és amikor kijöttek a ezek a gáz vagy nem tudom pontosan, hogy hogy mondják, akkor azt mondták, hogy ja, átmentek a szomszédba és már nézték ők is, mérték, hogy vajon honnan jöhet ez a, ez a gáz, és átmentek a szomszédba, megmérték, ott is kiderült, hogy ott volt, áhá, megtalálták a problémát, megjavították, és utána nyilván leellenőrizték a mi is, hogy minden oké, okay -e vele minden rendben működik-e, nem hibás, stb. És kicserélték az elemet, és utána folytattuk mindannyian a kis életünket, és mi pedig próbáltunk visszaaludni. Szóval szerintem ezzel mondjuk Magyarországon is egészen biztos vagyok benne, hogy telente, amikor az emberek újraindítják a konvektorokat, vagy ilyesmi, akkor biztos vagyok benne, hogy nem kevés helyen van egy-két ilyen gázszivárgás, és lehet, hogy ilyen baleseteket ezekkel könnyedén meg lehetne előzni. Mondom, itt én, ha jól tudom, akkor szabályban van. Tehát nem lehet olyat, hogy mondjuk én azt mondom, hogy eh, nekem nem kell, hanem muszáj. Ja, és természetesen folyamatosan pityok, hogyha elkezd merülni az elem, úgyhogy ott akkor nincs mese, vagy kicseréled az elemet, vagy ki kell hívni ezeket a gázosokat. Úgyhogy, ja, ez egy nagyon-nagyon szuper, fantasztikus dolog. Úgy tűnik, most már itt szeptemberben kezd egy picikét lejjebb menni a hőmérséklet, talán egy pár fokkal legalábbis így reggel, meg éjszaka ugyanis a fejemből eltávozó vízmennyisége lényegesen kevesebb, mint látható Istenem, A sokkal kevésbé izzadtam meg, mint általában. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ezek a reggeli kis sessionök <laughs> most már egyre jobbak lesznek, nem fogok én sem fuldokolni a vízben este vagy estér, reggel, amikor hazaérek. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy velem tartottatok, és hogyha júj, és hogyha egy apró érdekességet is találtatok ebben a videóban, vagy valami úgy gondoljátok, hogy megtetszett, akkor hagyjatok egy kommentet, és írjátok meg, hogy melyik volt a kedvencetek ez egy fantasztikus szög ismét, ugyanis ö, konkrétan a szemembe süt a nap pontosan. Szóval hagyjatok egy kommentet, az is nagyon sokat segít nekünk, nyomjátok meg azt a like ne legyetek szégyenlősek, és iratkozzatok fel nyugodtan, újfent megkérek mindenkit, és legyen nagyon szép napotok, köszönjük, hogy velünk tartottatok, és igyekszünk továbbra is hozni Japánról az érdekességeket, amiket csak akkor tud meg az ember tényleg, hogyha itt él, akár rövid, akár hosszú ideig. Szép napot kívánok mindenkinek, sziasztok!